Kedves Andi, nemrég ért véget a Borvidékek hétvégének megnyitója, és a polgármester úr elejtette fél mondattal, hogy jó néhány estétek ráment a mai napnak a szervezésére. Alá tudod ezt támasztani? Igen, a jó néhány este ez így van, és ez a közelmúlt, a tegnap előtt, azelőtt egy ilyen szerdától itt vagyunk fönt a Strázsahegyen, és készülünk a mai rendezvényre, de ezt megelőzően hónapok munkája van benne, hogy minden színpadon, minden pincénél, minden borász a helyén legyen, minden árus a helyén legyen, minden fellépő tudja, hogy melyik pincébe kell mennie, melyik színpadra kell mennie, a kollégáknak van egy beosztása, ami szerint segítik őket, kísérik őket, hiszen azért, aki először jár a Strázsahegyen, azért nem egyszerű a tájékozódás, de hát a kollégák segítenek a fellépőknek is, hogy megtalálják, hogy hova kell menniük. Hány borvidék, hány borrend képviselteti magát ma? Az összes magyarországi borrégió itt van a Strázsahegyen, a Monori Pincefaluban. A borrendekkel megfogtál, nem számoltam meg, hogy mennyien vannak, de hát a színpadon lehetett látni, hogy nagyon sokan érkeztek az ország több pontjából, és hát a Monyor környéki Strázsa borrendnek szerintem szinte valamennyi borrendi tagja itt van. Ugye elhangzott az is, hogy ez egy már régóta megrendezésre kerülő rendezvény. Mennyire jegyzik ezt a rendezvényt a országos boros fesztiválok, rendezvények között? Úgy gondolom, hogy most már felkerültünk a fesztivál térképre ezzel a rendezvényen, hiszen neves magazinok is első helyen ajánlották erre a hétvégére a Monori Borvidékek hétvégéjét. Nagyon sok helyről jönnek az országból, érkeznek különböző pontokról, úgyhogy nagyon jó híre van már a rendezvénynek, és valóban azt mondják, hogy talán a legsokoldalúbb boros rendezvény a Pest vármegyében, hiszen nem csak a borkóstolás, a borkínálás, és nem egy körbezárt szűk terület. Tehát azt mondják az ideérkező vendégek, hogy egyrészt dicsérik a nagyon barátságos pincetulajdonosokat, borászokat, illetve azt a környezetet, ahova érkeznek, hogy azt mondják, hogy el se tudták képzelni, aki először jön ide, hogy Budapestről tulajdonképpen 15 percre egy ilyen gyönyörű környezetbe találják magukat. Van esetleg arra vonatkozóan adat, hogy az előző években hány ember látogatott ki ide a Strázsahegyre? Ugye pont ezért, mert nem egy olyan körbezárt terület, ahol van egy belépőpont, és meg lehet számolni, hogy hányan jönnek be. Nincsen kötelező belépő sem, tehát a rendezvényeket ingyen lehet látogatni. Az összes koncertet, színpadi programot, a pincék között a vándorzenészeket bárki ingyen meghallgathatja, aki csak fel szeretné jönni a Strázsára is. Úgyhogy igazából nem tudjuk megmondani, hogy mennyien vannak a Strázsahegyen. Azt tudjuk, hogy például a kisvonatra mennyi jegyet adnak el, hogy mennyi boros poharat adnak el, és ebből tudunk következtetni, és most már azt mondjuk, hogy körülbelül a egynapi látogatója a rendezvénynek olyan 10 000 körül van. Tegnap este Pincezene Fesztivál volt itt kint a hegyen. Hogy sikerült? Hogyan tudnád értékelni? Az időjárást kémleltük szerintem egész héten, és tegnap délelőtt is azért még szemerkélt az eső, sőt talán esett is, néztük az eget, néztük a radar térképet itt egyfolytában, de azt mondtuk, hogy nagyon szerencsénk volt a tegnapi nappal, hiszen amikor maga a rendezvény zajlott délután 4 óra és este 11 között, talán egyszer kezdett el egy kicsit szemerkélni az eső, és nagyon jó idő volt, úgyhogy nagyon jó hangulat volt, körülbelül éjfél körül mentek el a vendégek, 5 fellépő zenekar volt, akit egy szakértő zsűri válogatott ki a jelentkezők közül, és azt hiszem, hogy nagyon jól dolgozott a zsűri, hiszen mind az 5 fellépő nagyon színvonalas műsort adott, úgyhogy majd várjuk kíváncsian a közönség szavazás eredményét, hiszen arra még nem volt időnk tegnap estétől, hogy megszámoljuk, hogy ki lett a győztes, de nem tudnánk meg tippelni, hiszen mind az 5 produkció nagyon szép volt. Vannak-e közöttük visszatérő csapatok, visszatérő zenészek? Nincsen, szerintem mind az 5 zenekar teljesen új, talán Petrik Balázs az, aki ismerős, hiszen ő Monori, őt ismertük, de a többiek teljesen ismeretlenek, idegenek. Volt egy fiatalember, egy gitáros fiatalember, aki Debrecenből csak azért vonatozott el, jött föl ide a Strázsára, aztán aznap még vissza Debrecenbe, hogy itt felléphessen és megmutathassa magát a Pincezene Fesztiválon. A mai délutánon is nagyon sokféle rendezvénnyel várjátok a kilátogatókat. Melyik az a rendezvény, melyik az a az esemény, amit leginkább kiemelni a közülük?
Igazából én egyet se szeretnék kiemelni, mert kérdeztek olyat is, van-e központi pince. Nincsen, teljesen egyenrangúnak tartjuk a pincéket, mind a 45 pincét, hiszen mindenhol van bor, van valami program, van valami olyan kínálat, amiért érdemes oda menni, akár egy kézműves foglalkozás, akár egy gyerekudvar, hiszen egy teljesen családi rendezvénnyel készültünk, épp azért, hogy a felnőttek elhozzák a gyerekeket is, és a gyerekek is jól érezzék magukat, ne csak a felnőttek. 4 gyerekudvarral készültünk, 2 játszótérrel, mesemondó is lép fel több helyen is, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel vártunk. Sziasztok, eltelt egy év, ismét itt vagyunk nálatok. Borvidékek hétvégéje, hogyan készültetek az ideire? Hát igazából lazán. Tehát, hogy nem tudom, ebben már inkább ilyen várakozás van, ennek izgalma van, ennek öröme van, de hogy ezen kívül más nem nagyon tudok mondani. Várjuk, tervezzük, szőjük, és ennyi. Ez ilyen könnyedén működik. Ki a fő irány, aki te azt mondod, tervezzük? Ki az, aki igazán tervez? Lehet, hogy én vagyok, nem tudom. Hát nem tudom, ez egy ilyen kommunába összeülünk, Józsival, Szilvikével, a lányokkal, Morénával, mi így leülünk, és egyszerűen valahogy mindig hoz valaki egy ötletet, és akkor valahogy ez így kikerekedik. Erika, mennyi idő, amit belefektettek a készülésbe, nem a mai napba, amikor már itt vagytok kint a készülésbe? Mert hallottuk az előbb lent az ünnepélyes megnyitón, hogy azért rá kell erre készülni, tehát van kell, hogy legyen egy forgatókönyv. Nálatok ez hogy működik? Hát én azt hiszem, hogy mindenki tudja a dolgát. Valahogy mindenki megtalálta a testhez álló szerepét, valaki az asztalokat, valaki az italokat, valaki ugye szösszenetnyi apróságokon múlik minden, tehát hogy legyen elég váltód, legyen elem a számológépedbe, legyen kiállítód, legyen neki széke. Tehát valahogy ez így mindenkinek megvan a maga kis szerepe, amit már tulajdonképpen már ismerünk. Ez az utca, ez már ki van járva. Beszélgettünk Laci veled valamelyik nap, és már kérdeztem, hogy miben lesz más, mi az, ami marad. Na, miben lett más, és mi az, ami maradt, akár műsorban, akár programban? Hát talán igen, abban, igen. Mindig variálunk, mindig próbálunk egy kicsit színesíteni, hozunk új kézműveseket, most Üllőről jönnek néptáncosok, ilyen idős kis csoport. Szabó Leszli barátom, hogy ő az állandó. Meg a Bokfanni. Meg a Bokbor ugye az állandó, de mindig próbálkozunk kicsit, hogy megújjon a rendezvény, és színes legyen, úgyhogy persze. A színpadon is a Kék Balaton felép, nem csak a Happy Five, az esti after party előtt, úgyhogy jön megint egy kis srác messziről, aki szintén hozzá. Csongor tavaly is volt. Bíró Csongor Vitéz már tavaly volt, de igen így vegyesen mindig próbáljuk összehozni. Meddig lesznek nálatok programok? Hogy készültök, vagy hogy készültetek? A 8:30-kor kezd a Happy Five, és talán ő az utolsó. Tehát, hogy utána már nincs tervezett program, hanem ő kezdi meg az utolsó etapunkat. Étel, ital, aki ide kilátogat hozzátok, mivel készültek, mit tud vásárolni, mit tud fogyasztani, mit tud enni, inni? Gondolom nem bodzaszörpöt. Nem, igen. De talán az is van. Még igen. Talán az is, igen. Hát persze, helyi étterem kitelepült hozzánk. Helyi árusok, stb. Ugye minden meg lehet találni színes, az édességtől a zsósig, a mindenig, minden van, úgyhogy. Vannak-e visszatérő vendégek? Igen, abszolút, hogy ne lennének, abszolút. Sőt, már vannak más borvidékekről is, és hogy ez csak nekünk szól, de hogy a mi pincénk a kedvenc pincéje, lehet, hogy máshol is elmondja, de ez annyira jó, tehát ez akkora élmény, hogy ez jól esik nekünk. Ha máshonnan is jönnek már borvidékekről, egy kicsit vonatkoztassunk el most a borvidékek hétvégéről. Tartotok-e kapcsolatokat esetleg, ami úgy alakult ki, hogy borvidékek hétvégéjéből? Persze, sokfelől vannak, hogy, de tavaly is voltak itt, nem tudom megmondani pontosan onnan, de több borvidékről érkeztek, és mondták, hogy jönnek vissza, és az nagyon tetszik, és sőt, lopják az ötletünket, ugye a barangolásos ötletet, stb. Ezt vinni akarják tovább más településekre, hogy milyen jó, és hogy csináljuk, mint csináljuk. Abszolút, ja, jó. Kialakult kapcsolatok vannak, igen.
várjátok ma a vendégeket. Szép jó napot kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves ide látogatót és a majdani nézőket. Saját készítésű kunsági borokkal, monari borokkal várjuk az ide látogatókat. Megtudhatnánk néhány részletet róla? Mennyi vörösbor, mennyi fehérbor, illetve rozé található a kínálatban? Természetesen igen. Egy csodálatos Cabernet Sauvignon vörösborunk van, illetve egy kékfrankos rozénk, és a kínálatunk túlnyomó többsége azok pedig fehérborok lennének, köztük pedig lenne egy különlegesség, egy cserszegi fűszeres gyöngyöző. Melyik a legnépszerűbb eddig? Hát eddig úgy néz ki, hogy még mindig tartja magát a rozé. Itt a kunsági borvidéken a rozét keresik talán még mindig a legjobban, de nagyon szépen jönnek fel az illatos fehérek is, mint például az írsai olivér. Esetleg ételkínálattól is várjátok-e a vendégeket? Természetesen igen, de nem mint aranyi pince főzünk, hanem van itt az udvarban egy rendkívül jó belvárosi étterem, hogyha esetleg valaki szeretne kóstolni egy különleges cseh ételt, vagy egyéb más kuriózumokat, akkor nagyon szívesen ajánljuk. A pincéteknek az udvarán mindig nagyon nagy tömeg szokott lenni, főleg, hogyha rendezvény van a színpadon. Az imént állt el az eső. Hogyan alakult a vendégszám, nem szaladtak el az emberek? Az az igazság, hogy egy kicsit érdekes az idei év, hiszen az időjárás jelentés már hetek óta ijeszget minket, hogy nagyon komoly záporok, zivatarok lesznek. Azért hála jó Istennek úgy tapasztaljuk, hogy igen, most leszakadt az ég egy perc erejéig, de mint láthatjátok ti is, süt a nap, hétágra, szép idő van, most az udvarunk egy picit megcsökkent, de azért a lendületből nem veszítettünk semmit, várjuk nagyon nagy szeretettel a vendégeket, és hogy figyeljük, úgy néz ki, hogy érkeznek is. Nemrég még a színpadon találkozhattunk a polgármester úrral, most pedig már itt a pincék között sétálgat a család legkisebb tagjával. Hogyan készültek a mai délutánra? Hát úgy terveztük, hogy a megnyitó után hazamegyek a családért, és akkor a legkisebb gyermekünket elhoztam, illetve a feleségemet, úgyhogy most hármasba jöttünk, és hát úgy járkálunk nekünk. Így lesz most a legegyszerűbb. A pici mit szól hozzá? Hát ő elég jól bírja ezt, már hozzá van szoktatva. Gyakorlatilag elalszik rajtam, és akkor utána jöhetünk, mehetünk. Szereti a test, közelben van. Ez érthető. Kóstolt-e már ma borokat? Ha igen, akkor miért? Hát a Monorváros borát természetesen megkóstoltam. Abból is csak egy nagyon kicsit, mert még nyilván itt szerepelnem kellett, úgyhogy majd a későbbiekben még azért itt néhány borvidéknek a borát szeretném megkóstolni. A kis, legkisebb ifjúncnak milyen bort fog ajánlani, ha majd nagyobb lesz, ha majd eléri azt az életkort? Hát nyilván, mire ő eléri, most még 8 hónapos lesz, ugye egy hét múlva, és hát majd meglátjuk, hogy akkor éppen milyen divatborok lesznek. Én azt gondolom, hogy azért a hölgyeknek leginkább a könnyű fehérborok, írsai olivér, vagy hasonlókat tudnám ajánlani, vagy esetleg egy könnyű rozét. Majd meglátjuk, hogy nyilván akkor éppen mi lesz a divat, mert azért szerintem 16-17 év alatt azért nagyon sok minden meg fog még változni. Lehet, hogy ezek a borok kimennek a divatból, és jönnek olyan fajták, amik sokkal népszerűbbek lesznek. 4 óra magasságában vagyunk. Milyen eddig az érdeklődés? Hát nem túl nagy egyébként, én kicsit el vagyok szomorodva, mert az idő miatt szerintem nagyon sokan félnek kijönni. Volt már 3-4 nagyobb zápor, de remélem, hogy most már elmegy és jön a forgalom. Igen, itt a hátad mögött már lehet látni, hogy hömpölyög a tömeg gyakorlatilag fölfele, meg a napocska is kisütött. Akik ide jönnek a pincétekhez, milyen kínálattal találkozhatnak? Sört lehet kapni nagy számban, ez újdonság idén, valamint én a jégkása biznisztel szokásosan, egerből a sajtos, és különböző mézeket és szörpöket lehet kóstolni és venni is egyaránt. Végig kóstoltad de te is ezt a kínálatot? Nem, én nem eszek cukrot, figyelek a vonalaimra.
a legkerendőbb borfajta? Hát jó napot kívánok! A legkerendőbb borfajtánk most a cserszegi fűszeres, nyilván azért, mert ez kapta a Városboradíjat az idén. Mit kell tudnunk erről a borról? Hát erről a borról röviden tömören annyit kell tudni, hogy ez a helyi ültetvényünknek az első termése, tehát ez egy szűz termésű szőlő, első termése, gyakorlatilag ez egy friss, hüde, könnyű, viszonylag alacsony alkoholtartalmú, fűszeres ízű, zamatos fehérbor. Milyen ételekhez szoktátok ajánlani? Hát ezt elsősorban halételekhez szoktuk ajánlani, de egyébként én azt gondolom, hogy ez a legjobb megfogalmazása talán az lenne, hogy a hétvégi esték csúcspontja, vagy egy varázslatos kis ünnepi alkalomnak a megkoronázása lehetne. Mit szóltál az elismeréshez? Számítottál rá? Hát ezt így most azért nehéz megfogalmazni, hogy számítottam-e rá, de hát nyilván számítottam rá, mivel a városi borverseny korábban volt. Egyébként eléggé meghatódtam tőle, nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás vagyok a környékbeli csapatnak, illetve a környékbeli borászoknak, mert ez egy úgymond egy közös projekt, hogy itt mindig versenyzünk egymással, és egyre jobb és jobb borokat készítünk, tehát ugye egymást húzzuk, egymást motiváljuk, egymás elé állítunk egyre nehezebb és nehezebb feladatokat azzal, hogy jobb és jobb borokat készítünk. Hát idén én nyertem, nagyon büszke vagyok rá, és még egyszer mondom, várom a további kívásokat, és versenyezzünk sokat. Évek óta itt vagyunk ezen a rendezvényen, és azt tapasztalom, hogy ennél a pincinél mindig nagyon sok ember van. Mi a titkotok? Hát reméljük azt, hogy jó a bor, illetve hát jó fej társaságban vagyunk itt, jó fej emberekkel, akik segítenek nekünk, és hát valószínű, hogy ez a jó hangulatnak a biztosítéka, hogy így sikerül ezt a csapatot összeállítanunk. Mik a visszajelzések az itt fogyasztó vendégek részéről? Mindenkinek megvan a kedvence, úgyhogy már úgy jönnek vissza, és ugye mivel mi nevet adunk a bornak, ezért már mindenki ismeri a nevét a boroknak, és konkrétan úgy jönnek, hogy tudják, hogy mit szeretnének. És ez jó esik nekünk, hogy így megjegyzik az emberek a pincének a borait. Melyik az első számú kedvenc, ha van ilyen? Egyértelműen a királylányka, ami a bárhol nevet viseli nálunk, egyértelműen, hogy az összes többit veri. Bemutatnád néhány mondatban ezt a bort? Mi a fő jellegzetessége, miért szeretik ennyire az emberek? Ugye egyik az, hogy nagyon ritka fajta, ám bár egyre többen foglalkoznak vele. Nagyon könnyű nyári bor, illatos, hölgyek is kedvelik, fröccsnek is nagyon jó, tisztán is, úgyhogy ugye mi cserszegi pártiak voltunk, de lehet, hogy a királylányka átvette a cserszegi helyét már nálunk. Kínáltok-e vendégborvidéknek a termékét is? Nálunk nincs, úgyhogy mi itt a Monodi régiót képviseljük a szörpökkel is, meg a borokkal is. Bár egy boros rendezvényen vagyunk, itt most mégis szörpöket kínáltok. Milyen fajta szörpöket lehet itt nálatok választani? Nagyon sokfélét, gyümölcsszörpöket, gyógynövényszörpöket, klasszikus málna, szamóca, bodza, emellett van fekete ribizli, menta, citromfű, rózsa, levendula. Nagyon sok fajtát felsoroltál. Melyik az, amelyet a legszívesebben fogyasztanak a kilátogatók? Bodza, málna, szamonca, ez a három a kedvenc. Különlegességeket mennyire szokták megkóstolni? Hát, aki nyitott rá, az megkóstolja, de a legtöbben azért a biztosra mennek. Hogyan készülnek? Teljesen hagyományos módon, gyümölcs, vagy a gyógynövényáztatmány, cukor, és tulajdonképpen ennyi. Mennyi idő alatt készül el egy ilyen szőr? A gyógynövény szörpök azok több napig készülnek, mert több napig áznak, a gyümölcs szörpök pedig attól függ, hogy milyen gyümölcsről van szó, magozás után, vagy a szamóca az maggal együtt, azok néhány óra alatt kész vannak, nem nagyon főzzük őket, hogy benne maradjon az íz, az illat.
Egy igazi kuriózumra akadtunk itt a pincék között, egy boros rendezvényen vagyunk, ő viszont egészen mással várja itt a közönséget. Igen, ez egy kicsit kilóg a sorból, hiszen festményekről van szó, saját alkotásokról. Szeretném színesíteni ezt a kis rendezvényt, ami most van. Mióta fest? Mondhatjuk, hogy gyerekkorom óta rajzolok. Mindig érdekeltek a képzőművészeti alkotások. Akvarellel mondhatjuk 10 éve, olajjal 5 éve foglalkozom. Miket fest, mit választ témaként? Én mondhatnám azt, hogy plenerfestő vagyok, tehát mindig látvány után az eredeti helyszínen festek, tehát nem képről másolok. Hogyan képezi magát? Van esetleg tanára? Mondhatjuk, hogy van. Van egy egyesület, aminek a tagja vagyok. A vezetője Agárdi Gabriella, képzőművész, és hetente szoktunk összejönni rajzszakkörre, és ott szabadon alkothatunk bármit. A mai rendezvényen megállnak-e az emberek, megcsodálják-e a festményeket, van-e visszajelzés? A délután, mivel hogy kisütött a nap, sokkal kedvezőbb, a délelőtt az még elég gyenge volt, de az utóbbi pár órában nagyobb lett az érdeklődés. A Borvidékek hétvégéje mindig egy kitüntetett alkalom, egy ünnep itt a strázsahegyi pincészetek számára. Ti hogyan készültetek a mai napra? Hát kapkodva, rohanva, az elmúlt egy hét, 10 nap már ebben a lázban égett, de hát ez az év, ez nagyon különleges, a nagyon meleg tavasz miatt annyira elszaladt a természet, hogy minden gazdálkodó csak lohol maga meg a területei után, és azért rányomta a bélyegét a Borvidékek hétvégének a készülődésére is, illetve hát ez a nagyon hektikus időjárás, ami már nem csak a mai napot, de az előző időszakot is meghatározta. Úgy kell ütemezni a feladatokat, amikor épp nem esett, akkor kültéri munkákat végezni. De mint mindenki, mi is megpróbáltuk megfejelni az előző évnek a kínálatát, és még plusz dolgok történtek nálunk a kultúra terén, illetve egyházi vonalon is kínálunk a evangélikus egyházzal együttműködve szolgáltatást, illetve programpontot. Úgyhogy több, gyakorlatilag minden felületünkön, pincétől a padlásig van nézni és látni és kóstolni való. Kiemelnél a programok közül néhányat? Melyik a te személyes kedvenced, melyikre vagy a legbüszkébb? Hát ezt így nagyon nehéz rangsorolni őket, mindegyik fontos számunkra. Ugye a saját termékeinket, ha megengeditek, akkor előre sorolom azért, hogy a 11 éve tehát folyamatosan készített almatermékekkel kínálunk, a saját borainkkal. Dolgozunk együtt most már hosszú évek óta, illetve hát, ahogy mondtam, az evangélikus egyház szervezésében van itt a fősteraszon egy alma cider kóstoló, illetve a pincében volt egy kulturális hitéleti előadása az alkohol és a Biblia kapcsolatáról, és én nem voltam lehá, nem tudtam, mert dolgoztam, de akik voltak és hallgatták, el voltak ájóva tőle. Szóval próbáltuk úgy fölfűzni tematikusan ezt a mai alkalmat, hogy az alma és a bor minden erről szóljon, minden tekintetben, minden perspektívában. És hát ami még izgalmas, az a, hogy amikor lemegy már minden kötelező program, akkor még készülünk egy retro diszkóval az elmúlt év alapján, és hát reméljük az idő is kegyes lesz hozzánk, és sok ember lesz itt mulatni. Igen, többször említetted az időjárást, hogy nagyon hektikus volt. Körülbelül egy órával ezelőtt óriási mennyiségű csapadék zúdult le ide a Strázsahegyre. Ti ezt hogyan éltétek meg? Ezek mindig izgalmas dolgok, mivel nálunk sok fedett hely van, és akkor gyorsan mindenki beszaladt hozzánk, és ez úgy nézett ki, hogy babakocsisok, idősek, fiatalok egymásnak, mint a metrón összeszorulva, de teljesen türelemmel várták, hogy a szakadó eső elálljon, és akkor csak megszólalt egy hang, hogy de azért lehet kérni. Akkor ez nektek még jól is jött, ha mondhatjuk. Ha nem is jött jól, de vicces volt mindenképpen, hogy hát attól még az élet nem áll meg, és a szomjúság nem hátrál. Úgyhogy akik szomjasak voltak, azokat ki is szolgáltuk. Nagyon vicces volt.